ez nem a 3-3-3-as kapszula gardrób kihívás, amelynek keretében ugyanazt a 33 darab ruhát, cipőt és kiegészítőt hordott 3 hónapig, hanem ennek az a lényege, hogy választasz 3 felsőt, 3 szoknyát vagy nadrágot és 3 pár cipőt, és hogy ebből milyen kombinációkat tudsz kihozni. Ez szuper lehet például nyaraláshoz, vagy egy, hogyha elutaztok valahova egy hosszú hétvégére, de szerintem akár a hétköznapokban is érdekes lehet egy ilyen kísérletet tenni, és megnézni, hogy milyen gondolatokat ébreszt ez benned, mennyire szereted a szetteket, amiket sikerül összerakni, ami működik, ami nem, az miért nem, érdekel-e, hogy mit gondolnak rólad az emberek, egyáltalán feltűnik-e valakinek, hogy ugyanazt a 9 darabot hordod mondjuk egy hétig, vagy 10 napig, vagy ezt döntsétek el magatoknak. És hát én most ugye itthon vagyok, az időm 95%-ában, úgyhogy az én esetemben ez nem egy valós kihívás ez most, nyaralni sem megyünk a közeljövőben, hanem inkább egy stílus gyakorlat. Meg szeretném nézni, hogy tényleg hogyan tudom kombinálni a ruháimat, minél többféleképpen, a kiegészítőkkel hogyan tudom variálni, meg feldobni őket, és hát remélem, hogy titeket is sikerül ezzel arra inspirálni, hogy úgymond a szekrényetekből vásároljátok. Tudjátok, hogy szeretek ilyen típusú videókat készíteni. Meg is mutatom, hogy mi az a 9 darab, amire gondoltam, de előtte még el akartam mondani néhány dolgot, amit szerintem érdemes lehet figyelembe venni, akárha nyaralásra, akárha a hétköznapokban próbáljátok meg ezt a kihívást. Az egyik az, hogy végig kell gondolni, hogy milyen események, tevékenységek várhatóak abban az időintervallumban, amelyre ezekkel a darabokkal terveztek, hogy ugye praktikusak legyenek. Nyilván lehet itt kivételeket tenni, például az edzőruhát szerintem nem kell ebbe beleszámolni, vagy hogyha valami nagyon fancy helyre kell menni, például egy esküvőre, akkor nyilván az is lehet egy külön ruha. A szabályokat, azokat ti alkotjátok magatoknak, de én így csinálnám. A másik szempont az, hogy milyen lesz az időjárás, tehát hogyha az elkövetkezendő 10 napban, amikor ezt a kihívást csináltok, 40 fok lesz, mint amilyen most is van, akkor ne gyapjú pulcsit választatok, nyilván, most mondtam egy banális példát, de értitek. És a harmadik szempont az az, hogy mennyire jól kombinálhatóak egymással a választott ruhadarabok. Itt érdemes figyelni szerintem az anyagokra, a színekre, a fazonokra, és itt bejönnek ugye a praktikussági szempontok is, akár az időjáráshoz kapcsolódóan is, hogy például a melegben érdemes jól lélegző anyagokat választani, vagy hogyha tudod, hogy a következő időszakban minden nap a játszótérre fogtok menni a gyerekkel, akkor lehet, hogy mondjuk egy földig érő fehér szoknya nem a legjobb választás lesz. De megmutatom, hogy én most miből fogok dolgozni. Először a felsőket választottam egy fehér pólót, ami ugye egy alap darab, de én a sima fehér pólókat, azokat nem szeretem, úgyhogy egy ilyen Jurassic Parkosat választottam, mert a popkulturális utalásokat ellenben azokat nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy 2 fehér pólom van, ez a Jurassic Parkos és egy Star Warsos, mind a 2 pamut, ebbe a kihívásba most ezt hoztam bele. Aztán van ez a marasztaló, márkájú kézzel horgolt toppom. Tudjátok, hogy ebből van 2 nekem, egy ilyen májva színű is, de ehhez a kihíváshoz most ezt választottam. Ez is szuper nyárra, nincs neki háta, úgyhogy nem, egyáltalán nem meleg, bár itt elől dupla rétegű, hogy ne legyen átlátszó. És a harmadik dolog az egy rózsaszín lenvászon ing, ami önmagában is jól működhet, de akár a másik 2 felsővel rétegezve is. Aztán alsónak választottam egy klasszikus magas derekú farmer rövidnadrágot,
egy ilyen, azt hiszem, hogy ilyen lábszár középigérő, tehát nem egészen hosszú, virágos lenge szoknyát, és ezt a, hát ilyen sejem utánzat anyagot, nem tudom, hogyha látjátok, de ennek van egy ilyen rövid nadrág része, hogy ne legyen átlátszó, és akkor lent meg ilyen, hát átlátszó, meg ilyen nagyon-nagyon szép az anyagja, és bővülő a szára, tehát amikor felveszi az ember, akkor szinte szoknyának néz ki. Ez, meg a póló, ezek vintage szerzemények, a horgolt top, ahogy mondtam, az kézzel készült, egy magyar kisvállalkozástól van, a nadrág az fast fashion, és az ing meg az a Mantai Kotai-tól van, ami egy, azt hiszem, hogy litván, ha jól emlékszem, szintén kisvállalkozás. És akkor mutatom a cipőket is, van itt egy Tiki, vagy hát most vannak ők egy ilyen rebrandingben, és most Langs lett a nevük, vagy hát ez a szandál már ezen a néven jött ki. Készül egyébként a bérfutós videó is, már nagyon sokan kértétek többször, és még mindig úgymond gyűjtöm hozzá az anyagot, és tesztelek cipőket, de remélem, hogy most már így a nyár folyamán sikerül felvenni, és akkor hamarosan fogom azt is publikálni, de hogy ez lesz az egyik cipő, ez, hogyha látjátok, itt ilyen rózsaszín, itt meg egy ilyen szürkés, úgyhogy nem ez az egészen semleges, mondjuk bézs vagy barna, de ettől függetlenül szuperül kombinálható kb. Bármivel. Aztán a másik az ez a Moheda márkájú fa bőr szandál, ami egy vintage szerzemény. Hogyha láttátok, Instagramon posztoltam róla egy adott ponton, hogy volt egy ugyanilyen szandálom, amit Budapesten vettem a Ludovica Vintage-ben, és sajnos az a várandóság megszülés miatti lábméret növekedésem áldozata lett, és már nem volt jó, de megtaláltam ugyanazt Vintiden egy számmal nagyobban. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültem, hogyha egy kicsit elegánsabbnak akarom érezni magam, akkor ezt veszem fel. Egyébként magas sarkut nem igazán szoktam hordani, nem tartom kényelmesnek, főleg amióta barefoot cipőket hordok, de ez a fa talpával annyira ellentéte a barefootnak, hogy ez valamiért számomra jobban működik. És akkor a harmadik dolog, az egy sportcipő, ez szintén barefoot, ez a Groundies márkától, ezt egész évben sokat szoktam hordani, de úgy gondoltam, hogy behozok ebbe a kihívásba egy ilyen sportosabb darabot is, vagy most például a következő napokra esőt mondanak, szóval hogyha a valóban, de még mindig nagyon meleget, szóval hogyha valóban erre az időszakra készülnék ezzel a kihívással, akkor ez a cipő szuperül működhetne. Nem fogom megmutatni az összes lehetséges szettet, ugye az 27 lenne, de próbálok minél többet, és ahogy mondtam, igyekszem majd a kiegészítőkkel játszani, meg azokkal is feldobni őket, de lássuk, hogy mit sikerül kihozni ezekből a darabokból. Do you want-
Nem tudom, hogy ez így hány szett volt, mert egy adott ponton elveszítettem a fonalat a számolásban, de azt hiszem, hogy úgy 10 körül, és hát nyilván még nagyon sok variáció lett volna, de annyira melegen van, hogy itt most megálltam, és hát mondtam már az elején, hogy nem az a célom ezzel, hogy mind a 27-et összekombináljam, hanem hogy megnézzem, hogy milyen lehetőségek vannak ebben a 9 ruhadarabban, és nektek is megmutassam, hogy akár kiegészítőkkel mennyire fel lehet dobni egy-egy szettet. Egyébként most ezt így nem terveztem meg, tehát tényleg csak így go with the flow volt, és amihez kedvem volt, azokat a dolgokat passzítottam, de ezért is mondtam, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a kiválasztott darabok mindegyike egymással jól találjon, és ez akár a teljes ruhatárra is igaz lehet, mert akkor sokkal kevesebb darabból is nagyon jól lehet gazdálkodni. És nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én nagyon hangulat öltöző ember vagyok, tehát az, hogy mit veszek fel, mielőtt kilépnék a házból, nagyon-nagyon sokat függ az adott hangulatomtól, meg attól, hogy a ciklusomnak például milyen szakaszában vagyok, és hogyha elmegyünk nyaralni is, hogyha olyan darabjaim vannak, amelyek egymással jól kombinálhatóak, akkor az sokkal nagyobb játékteret ad, és akkor nem kell előre kitalálnom, hogy na, akkor hétfőn ezt veszem meg, fel meg kedden ezt veszem fel meg, stb., hanem van ebben akkor egy kis variáció, meg több lehetőség. Igazából ez a videó ennyi lett volna, remélem, hogy tetszett. Hogyha van kedvetek, akkor írjátok meg, hogy melyik szett tetszett nektek a legjobban, vagy milyen más variációt próbáltatok volna ki, akár ezekből a darabokból, illetve hogyha csináltok ti is egy hasonló kihívást, akkor azt is mindenképpen írjátok meg, hogy hogy tetszett és milyen eredménye volt. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!